Üdvözlök mindenkit a Videodrom csatornán, ismét olvasói egy epizód, mégpedig Clive Barker Abarat című könyvéről. Pontosabban egybe tárgyalnám az eddig megjelent három könyvet, ha minden igaz, öt részesre tervezte a sorozatot Clive Barker, de elég régóta nem folytatta. Nyilván a filmkedvelők Clive Barker nevét elsősorban a Hellraiserrel azonosítják. Persze azt nagyon sokan tudják, hogy emellett sikeres horroríró. Nos, ez érdemes hozzátenni, hogy az utóbbi időben Clive Barker egyáltalán nem annyira horror regényeket ír, mint inkább fantazikat. Már hozzátenném, hogy talán leghíresebb regénye a korbács is egyfajta átmenetet képvisel a horror, illetve a fantazi között. Amellett, hogy a horror elemeket megtartotta, úgy érzem, hogy írói stílusa folyamatosan egyre inkább a fantazióhoz közeledett. Ráadásul erre rápakolt még egy lapáttal, amikor elkezdett ifjúsági fantazikat alkotni. Ennek első példája az öröklét tolvaja volt, melynek hangulata sok tekintetben hasonlít az Abarat hangulatához. Ami engem Clive mindig is lenyűgözött, hogy valami elképesztő fantáziával rendelkezik az író, és képes minden egyes regényében szinte egy teljesen új világot megalkotni. És itt most nem arról van szó, hogy van néhány érdekes karakter, illetve helyszín, hanem komplett világokat épít a regényeiben. Mondhatnánk azt is, hogy egy átlagos író, mondjuk ha kicsit szeretné feldobni a fantáziát, akkor belerak egy vámpírt. Clive Barker, ha ilyen húzással szeretne élni, akkor egy nagyon furcsa helyszínre egy vadonatúj lényt alkot meg. Hogy úgy fogalmazzak nála, viszonylag elcsépelt lenne egy egyszerű vámpír használata. Bár kétségtelen, hogy többen mondják azt, hogy az író bizonyos alappanelei már hosszú regények óta kitartanak. Azaz mindig van egy új világ, amit felépít, ahol megjelennek az emberek és kezdődnek a bonyodalmak. Én ezt azért nem tudom problémának értékelni, mert minden egyes általa felépített új környezet annyira frissítő és fantáziadús, hogy az elképesztő. És ami számomra még nagyon jól működik, hogy bárkernek minden könyvével sikerül beszippantania az olvasót. De ehhez nem feltétlenül mindig ugyanazokat az eszközöket használja. A kárhozat vagy a korbács teljesen más miatt szippantott be, mint mondjuk az abarat. Az abaratnak két nagy előnye van. Az egyik a megteremtett világ, melynek leírására rendkívül nagy energiát fektet az író. A másik pedig a karakterek. Kétségtelen kalandból kalandba ugrálunk. De Barker megfogadta azt az ősi írói alapelvet, hogy ezek a kalandok csak akkor érdekesek, ha olyan szereplőkkel történnek, akiknek a sorsa érdekli az olvasókat. És ennek is köszönhető az, amit nem biztos, hogy mindenki pozitívnak értékel, hogy tulajdonképpen a világ leírásból, a karakterekből többet kapunk, mint magából a cselekményből. Ebben az esetben ezt nem biztos, hogy problémának nevezném, itt, ami elsősorban be tudja szippantani az olvasót, az az elképesztő fantáziavilág. Persze nem kell megijedni, a bárkerre jellemző kicsit beteges horror vonulat szintén nyakon csíphető néha az alkotásban. De persze azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy ez a regény nem a Hellraiser. Ez egy ifjúsági fantazi, elsősorban azoknak javasolnám egy következő lépcsőfoknak, akik mondjuk kedvelték az öröklét tolvaját. Talán megmenném azt kockáztatni, hogy az Abaratban nem is feltétlen horror elemek vannak, hanem néhány bizarr momentum. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy amikor szóba került, hogy megfilmesítik az Abaratot, akkor a Disney jelentkezett be a jogokért. Mindent összevetve úgy fogalmaznék, hogy aki kedvelte bárkereddig könyveit, nem csak a pokolkeltőt vagy a korbácsot, az nyugodtan vágjon bele az abaratba is. Mondjuk azt mindenképpen egy érdekes kérdésnek tartom, hogy ennek a könynek vajon melyik korosztály igazán a célközönsége. Akármennyire ifjúsági regény, azért gyerekeknek nem való. Minden esetre azt gondolom, hogy aki fiatal korában a Harry Potter könyveken edződött, az nyugodtan bevállalhatja az abaratot. Mindenesetre engem nagyon beszippantott az eddig megjelent három könyv, és remélem, hogy fogja folytatni az író. A könyvet köszönöm szépen a Galaktikának, és ahogy megszokhattátok, a leírásban találhattok egy linket, ahonnan be tudjátok szerezni. A kiadónak köszönhetően ehhez a három könyvhöz most egy nyereményjáték is kapcsolódik, melynek a linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!